Na jó napot mindenkinek. Az a helyzet, hogy tudom, hogy hetiből itt váltatok, de ez most nem az. Majd valahogy azt is megoldjuk. Ha ma lesz live, akkor amikor ezt felveszem kedden, akkor annak keretében úgymond megtartjuk a hetiből itt. Ha nem, akkor meg majd összefoglaló heti bőzi lesz, és akkor mit tudom, két hét vagy három hét összefoglalása, bár mondjuk múlt héten volt, nem, múlt héten nem volt, két hete volt, hát akkor két hét összefoglalása lesz a hétvégén. Na mindegy, a témától függetlenül két dolgot mindenképp el akarok mondani, vagy véleményezni, mert nem bírom ki. Az egyik az, hogy ma fölmerült ez a kérdés, központilag, mondjuk így, hogy alkalmaznak-e bevándorló sofőröket a Voltnál. Ugye volt egy kajakkiszállító cég, és hogy alkalmaznak-e külföldi vendégmunkásokat. De most kérdezem, hogy ez most miben befolyásoló tényező ebben az esetben? Tehát most a külföldi vendégmunkás az lassabban viszik ki, vagy mit tudom én? Vagy miért? Vagy van egy ilyen, hogy hívják, van egy ilyen központi nyilvántartása Voltnál, hogy mit tudom én, Gipsz Jóska az Álmás utca 23-ban, az egy munkórasszista, és múltkor is meg akart venni egy filipino buszsofőrt, és azért itt most vigyázni kell vele, mert akkor oda ne szállítsatok, csak olyan menjen, aki fehér. Szóval ez hülyeség. Tényleg most ez, mi a tökömé fontos, hogy most az, aki futár, az már milyen nemzetiségű? Bevándorló vagy nem bevándorló? Hát most a buszsofőr lehet filipino, az nem számít, ahogy ilyen, a volt futár meg nem lehet, vagy mi? Na mindegy. De másik ilyen, amit a csibadást kaptam, csak egy mondatot akarok rászállni, ez a pénzszórás. Ugye van ez a MobileFox nevű mobil tokokat árló cég, ami hú de nagy cég, cégháza van, meg mi a faszom, az egy irodát bérelnek az Andrássy úton, de mindegy. Szóval, hogy volt ez a műbajhé, aki tudja, aki nem tudja, az majd értesül róla, mert előttem már 100 youtuber feldolgozta a témát, tehát nem hiszem, hogy nagyon kéne ezt magyaráznom. A lényeg az, hogy volt egy kis ilyen műbalhé, a tulajdonos meg az influencer között, ugye, a hivatalos reklámat, mondjuk úgy, és hogy még nagyobb legyen a hype körülötte, ezért most kitalálták, hogy a influencer, hogy jelk, 2 millió forintot szétszór az emberek között egyesekben. Na már most az emberek azok meg taposták egymást, bazd meg, mint a hülyék, hogy jaj, így pénz. És bazd meg, mint az ökrök mentek. És nonsense, komolyan mondom, nonsense az egész. Tehát az egésznek van egy olyan feelingje, mintha a külgazdag fiataloknak egy epizódját láttam volna, vagy az epizód részletét, vagy egy trailert, vagy nem is tudom. Másrészt meg hihetetlen. Tehát képesek az emberek megalázni magukat, mert ez megalázás, mert az meg, hogy jel, az is megalázol, amikor a leárazás van, mit tudom én, az Electroworld-ben vagy várjál, az most már nincsen. Hogy hívják? MediaMarkt-ban. Szóval a MediaMarkt-ban leárazás van, és egymás nyakát tapossák bazd meg, vagy ha új áruház nyílik, vagy új MediaMarkt nyílik, akkor egymás nyakát tapossák az akciók miatt, és akkor még 3 szlotba tévéken, mert az kell, mert az olcsó. Mondjuk ez minden befeldékon, meg minden ilyen igaz, de ilyenkor hatványozottan. Na ugyanez volt most jelen pillanatban, csak fiatalokkal, hiszen a TikTokot főleg a fiatalok nézik, és a fiatalok mentek oda, és tapostak egymáson keresztül
hogy mit tudom én, jó esetben 3 darab ezres eltegyenek. Persze minden pénz jó, hogy ott vállal ingyen van, de bazd meg, hát 3000 forinttal miért a következde? Megdalázva ezt tudsz jól aki vele. Szóval... És ez mind arról szól, hogy, hogy rajongás, tehát hogy rajonganak a influenceré, és akkor ha azt mondja, hogy ugorjatok kútba, akkor kútba ugranak tömegesen, tehát... Á, Istenem, megszabad. Na mindegy. Na, rátérve a mai napra, amiért egyáltalán telefont ragadtam, azok ki, hogy valami takonykort már megint összeszedtem, bassza meg, hogy ma ilyen egészségügyi sétanap van, de nem egészségügyi sétanap, hanem egészségügyi okból van ma sétanap. Tehát, hogy ezt úgy tessék értelmezni, hogy reggel ugye a házi orvosnál kezdtem, ahol a diabetikus nővér nem vett vért tőlem, mert úgy kezdődött az egész, hogy nem találták az időpontomat, gondolod el. Mert hogy múlt héten csütörtökre lett volna egy időpont, de bizonyos okok miatt ezt meg kellett változtatnom, és akkor áttettük erre a hét kedre. És fel is volt írva nekem, tehát még csak azt sincs, hogy én tévesztettem el, föl volt írva nekem, erre oda megyek közötték, hogy csütörtök délben volt az időpontom, és az már hogy hívják, az már le van zárva. Tehát, hogy megvan. Tehát ott voltam, megvoltam, jó vagyok. Hát mondom, az igen érdekes, mert a csütörtök délben én itt nem voltam, de még az időpontom sem délre ott, tehát, hogy kurvára nem stimmelnek a dolgok. De hát ő nem talál ebbe sehogy se. Aztán bement a diabetikus nővérkéhez, diabetikus nővérkéhez hirtel így, hopp, hát ő tudja, hogy időpontom van, hát vár rám. Mondom, ez kurva jó, talán akkor egyeztetni kéne. Megint ez az LHS agyfasz, hogy nem tudnak kommunikálni egymással, tehát meg mi a tökömnek van a rendszerge? Na mindegy. A lényeg, hogy... Ja, és ugye a GP-nél, tehát a házi orvosnál, ugye van, ha nincs ott a recepciós, akkor van ilyen önkiszolgáló recepció, tehát egy ilyen konzol, és akkor mindenféle nyelven van, de jóformán a világ összes nyelvét, a kínainak az összes dialektusa szerintem ott van rajta, magyar nyelv nincs. Tehát a magyar, az dögöljön meg, vagy tanuljon meg angolul, kész. Csak ez az érdekes, hogy csak a magyarral van így kibaszva. Na mindegy. Szóval, hogy a diabetikus nővérke tudta, hogy jövök, és hát hál' Istennek nem csapoltak meg, mert nemrég voltam csapoláson, tehát igazság szerint nem is értem, hogy minek kellett volna. Viszont az eredményeim alapján kiderült, hogy nem tudom elkerülni, hogy én nekem is lőnöm kell magam májustól. Tehát most 2 hét múlva mehetek vissza, és akkor betanítanak, hogy hogyan alakuljam magamnak az inzulin. Világ életemben ettől féltem, hogy ezt akartam elkerülni, de hát eljött ez a pillanat, hogy 50 évesen rá kell szokjak arra, hogy inzulin, és mérni kell, és figyelni kell, és stb. Na mindegy, hát ez van. Ha ez van, nem szok el mit csinálni. Utána meg délre jöttem ezért, mert hogy romlott a szemem tudtommal, hát nem az én tudtommal, hanem konkrétan megvizsgálták és kizött, hogy romlott a szemem, és gondoltam akkor már, hogyha van egy hivatalos eredményem róla, hogy mi a retinopátiám van, aztán, vagy hát kialakulóban van pontosabban. Nem értek én ezekhez részítés szóval, de mindegy, hogy ha már ilyen nem van, akkor már csináltassak egy szemüveget, mert úgyis esedékes lett volna, és akkor van egy hivatalos igazolásom arról, hogy miért akarok szemüveget csináltam. De most, mint kiderült, 5 éve vettem az előző szemüveget, úgyhogy pont aktuális is volt, hogy csináltassak. Úgyhogy azért kellett eljönnöm, hogy átvegyem, illetve hát majd délután folyamán, nem is sokára, jön a Ember,
szakállal volt kendőr, aki megvizsgálja az asztali lábát, mert hogy ugye nem tud talpra állni, csak az a baj, hogy hogy mondjam, tehát az ikári kollega kvázi majdnem eltörte a lába ujját úgy, hogy belerúgott az asztalba, és emiatt fekvőnyugalomba kellett helyeztetnie magát. Viszont az én drága nejemnek úgy tölte a lábúja, hogy nem rúgott bele semmibe, egyszerűen csak egy csontfertőzés miatt fogta és eltölt a lábúja, vagy legalábbis valószínűsíthetőleg eltölt, mert ugye ehhez el kéne menni öngerre, ahhoz viszont el kéne jutni valahogy, ahhoz viszont talpra kéne állítani az asztalt, ami nem megy, főleg a törött lábújával, tehát most ördögi kör. Úgyhogy nem tudom, mi lesz. Azért egészségügyi séta, mert a fejőt is ki kellett előztetni, mert az a helyzet, hogy kaptam egy SMS-t, miközben a nővérkénél voltam, a diabetikus nővérkénél, kaptam az SMS-t, hogy jönnek foglalni. Tehát konkrétan hatják van, konkrétan jött volna a panda, és vittek volna minden ingóságot. Aztán fölhívtam a telefonszámot, amit megadtak, hogy föl kell hívni őket, hogy igen. És akkor annyi bázni, hát bázni. Van, hogy akkor nem ma jönnek, hanem péntekig kaptam haladékot, és pénteken vissza kell hívni az embert. Na de péntekig kételem nem lesz 1500 fontom, hogy kifizessem ezt. Tehát ez ilyen 65 ezer forint körül van, nem tudom most mi, hogy van a font árfolyam. De kb. 65 ezer forint az, amit így zsebből. Ja, és akkor közölte, hogy azon kívül még van 700 font tartozásom, mert ugye nem fizettem már mióta, de ez is önkormányzati adó tartozás. De hogy már mióta elfizettem önkormányzati adót, és akkor azt is majd aktuális lesz. Hámadnom, kurva jó. Tehát nincs pénzed, de azért még fizessek, meg még fizessek, meg még fizessek. És jöhetnek foglalni, persze, nyugodtan. Én beelkezem, megmondom, hogy bazd meg itt a legértékesebb az én laptopom, amit nem vihettem, mert nekem munkaeszköz az egyetemhez, meg a tévé, ami ér körülbelül jó esetben 100 fontot. De most akkor még mindig fönnmarad az 1400 font, mint tartozás. Tehát akkor ilyen tekintetben beleélnek be, bazd meg, hogy nem fizettem be az önkormányzati adót, aztán megmondom a bírónak, hogy akkor ledolgozom, vagy nem tudom. Hát most mit tudok csinálni? Én kifizetni nem tudom, az ingóságaink nem fedezik az értéket, de hiába elvezik el, mert nem fogják tudni annyira elpasztolni. Nincs kínai vázám, meg autóm, meg mit tudom én. Úgyhogy jöhetnek körbenézni, bazd meg. És akkor majd meglátjuk, hogy hogy lesz még. Na, úgyhogy ezek vannak, meg a felhők, ott fölöttem. Egyelőre ennyi, majd mindenki értesül mindenről folyamatában. Aztán majd meglátjuk, hogy mi alakul, nem tudom. Na, jó van, köszönöm mindenkinek, aki megnézte. Tudod, like, comment, feliratkozás, donation, accreditation, hogy majd legyen egy új szemüvegre, 5 év múlva, addig meg nem vakulok. Na, és akkor találkozunk egy másik videóban. Addig is a bye, everybody.